Nem baj, dübörög a gép, fölszálltunk. Mint kedvenc amerikai filmszatírám hősei, a reptéri kifutópályán, a pilóta fülkében, Tétel kapitány, a másodpilóta, és Viktor, a fedélzeti mérnök. Akik az irányító toronnyal az éterben összezavarodva keresik a helyes vektort. 209-es felszálló. Vili! Felszálló frekvencia 123,9-es. Világos? Értem, Vili. Hogy? Vektort kérek, vétel. Hogy? 209-es. Vektor, 324-es. Felszállunk, Roger. Vili, mi a vektor, Viktor? Vettem, vétel. Elői tétel, vétel. Mondom, hogy minden, Vili, vétel. Mi van ott? Ki magad? Vétel! Én a kapitány, Roger Tétel. Meg van a vektor, Viktor. Tényleg, mi a vektor? Hova vezet? Egyáltalán van-e vektor? Nem csak egy amúgy fejlődő, valóban felfelé ívelő lázgörbe. A magyar társadalom állapotáról 2011-ben, 5 évvel őszöd után, s pár nappal merény után. Én tudom, nem könnyű olyan országot kormányozni, amelynek egy négyzetkilométerére az Európai Uniós átlagnál több hazaáruló jut. Tudom, hogy a Magyarországot valójában kormányzó háttérhatalom mindenre képes, még többre is. Kinyírtak ők már amerikai elnököt, Kennedyt is, és elnökjelölteket is. Akkor mit nekik Magyarország, ez a Manhattan-nyi megosztott, egymásra uszított népség? Ám ennek tudata és ismerete sem ment a történelmi felelősség alól, amelyet a szavazók döntő hányada adott a mostani kormányzatnak. Nem lehet, nem szabad két Istennek áldozni, amikor csak egy van, az igazi, a miénk. Nem lehet, nem szabad állami támogatásban részesíteni Lucifert, abban bízva, hogy majd nyugton marad, s békén hagy bennünket. Hiú ábránt, naív reménykedés. Törleszthetjük mi neoliberális módon az államadósságot. Törleszkedhetünk mi Luciferékhez. Úgy sem bocsátják meg, hogy vagyunk, hogy létezünk, hogy még ellenállni merészelünk. Megvan már az ő jelöltjük, akinek aztán egyengetik majd az útját, a népbutító, nemzetzüllesztő média métellyel.